Dr. Molnár Attila köszöntötte a legnagyobb komáromi cégek vezetőit a Városháza dísztermében. Az elmúlt év értékelése mellett a köszönetnyilvánításról is szólt az esemény. A városvezető elmondta, a márciusi hóhelyzetben és a júniusi árvízhelyzetben példaértékű volt a legnagyobb adózók hozzáállása és segítségnyújtása. A polgármester a jövő beruházásairól is szólt. Az elkövetkezendő 2-3 éves időszakban évszázadokra, és tényleg nem túlzok, évszázadokra fogjuk meghatározni a városnak a fejlesztését és fejlődési lehetőségeit, fejlődési irányait, ugyanis több mint 30 milliárd forint, 35 és 40 milliárd forint lesz az az összeg, amely Komáromba az elkövetkezendő 2-3 évben fejlesztésként, beruházásként meg fog jelenni. Ez egy irdatlan mennyiségű pénzösszeg, és tényleg, hogyha olyan beruházásokat említek, csak mint az új Dunahídnak a megépítése, amelyet ugye nem néhány évtizedre építünk, hanem tényleg évszázadokra építünk egy új hidat, vagy az előbb már említett árvíz kapcsán visszatérve a Dunai gátrendszernek a megépítésére, amelynek jövő héten lesz majd az alapkőletétele, amely szintén nem néhány évtizedre fog majd biztonságot nyújtani a komáromiaknak és Komárom városának, hanem annál jóval hosszabb időszakra. Csak ez a két beruházás közel 20 milliárd forintot tesz ki. Arról nem beszélve, hogy ugye sokat beszélünk az erődök által kihasználatlan lehetőségekről, így a csillagerőd, amelynek a fejlesztése meg fog történni, egy egyedülálló turisztikai látványosság lesz, hogy a Szépművészeti Múzeumnak a szobormásolat parkjának lesz egy bemutató terület. A csillagerőt szintén egy több mint 6 milliárdos beruházással. De említhetném itt a kórház rekonstrukciót, amelyik 1 milliárd forintos főszegű, vagy említhetném éppen a monostori, Kopány monostori volt hulladék lerakónak a rekultiválását is, amely 300 millió forintos pályázati összeget jelent. Dr. Molnár Attila két projektet emelt ki beszédében. Az egyik a geotermikus energia felhasználása, amelyet beépítenek a fűtésrendszerbe. Ez komoly megtakarítást eredményez majd az önkormányzatnak, a másik pedig az ipari park fejlesztése. Most az önkormányzatnak egy közel 40 hektáros területe van az ipari park szomszédságában. A közművek kiépítésére egy 650 millió forintos határon átnyúló pályázatot nyertek. Ennek 95%-át az Európai Unió finanszírozza. A legnagyobb adózó cégek vezetői Cunyiné dr. Bertalan Judit kormány megbízott is köszöntötte. A fordulatváltásra egyrészt a nagy társadalmi elosztórendszerek tekintetében miért volt szükség, hogy egy hídnak a szimbolikus jelentősége mellett közép-hosszú és tényleg generációkat átívelő hatása van mind a gazdaságra, mind a társadalomra, mind a kultúrára, munkahelyteremtésre, és hogy ezeket hogy lehet a helyi erőknek a koncentrált, fókuszált egyesítésével megtámasztani, arra példa az szerintem, amit itt eredményekkel mutattam, és ami a város szempontjából önöknek, a megye szempontjából, és hát nem mellékesen az ország szempontjából fontos, hogy önök képesek voltak 2010-ben is helyi adót fizetni, 2011-ben is, mert ugyanazzal az üzletpolitikával vezették a saját cégeiket, mint amivel 2010 óta mi szeretnénk egy kicsit ezt az országot visszavezetni a jó irányba. Az értékelések és beszámolók után vendégül látták a cégvezetőket, és az Egressy Béni Zeneiskola tanárainak műsorát hallgathatták meg.